Hát először is engedjük meg saját magunknak, hogy érezzük azt, amit érzünk. Hogyha méreg van itten, érzzük a méreget. Hogyha a szomorúság van, érzzük a szomorúságot. Tehát, hogy ne folytson el. Mert ez olyan, mint egy vulkánó. Az ember a nyomás felépít, mert bele lenyomom az érzésemet, a dőmet, és egyszerűen csak kirobban belőlem. Egyszerűen nem bírom tovább, és akkor kiabálok a gyerekeimmel. De fogadjam el, hogy ős vagyok, és engedjem meg, hogy érezzem a testemben. És az azt jelenti, hogy akkor nem kell másokat büntetni azzal, hogy én még akkor nem kell a gyerekeim, és most már a gyerekeim, mert felnőttek, nincsenek itt. De hogy a kisgyerekeim itt lennének, nem kellene akkor rájuk kitenni a haragomat, hanem elfogadom saját magam. A bűntudathoz alapvetően számomra a neveltetésnek köszönhetően egy teljesen rossz értelmezés párosult, és azt írtad, hogy örülj, ha bűntudatod van, mert az azt jelenti, hogy kiálltál magadért. Tehát nagyon sokszor ugye nem merünk nemet mondani, és ha ezt egyszer megtesszük, akkor utána meg elkezdjük marcangolni magunkat, hogy ez a bűntudat és a bosszúság között hezitál az ember egy bizonyos ponton. Inkább, persze, hogyha azt mondod, hogy nem, akkor bűntudatod lesz. Ha nem fogadod el a meghívást, akkor bűntudatod. Én azt javaslom, hogy legyen inkább bűntudatod. Az azt jelenti, hogy kiadtál saját magad mellett. Ez azt jelenti, hogy azt tettél, amit te akartál. Most a bűntudatod nem tudod elkeríteni, mert gyerekkorodban bele volt ittvakva, hogy másoknak kell élned, hogy a mások érzelmét kell óvnod mindig. Te így nőttél fel esetleg. Ha így nőttél fel, akkor nem tudod elkerülni a bűntudatod, hogyha nekem nemet mondasz. De én azt mondom, hogy inkább fogadd el a bűntudatod, mint a bosszút. Mert a bűntudat nem fog megjelenni, de a bosszú igen. Szeretettel üdvözöllek titeket, egy fantasztikus vendéggel van lehetőségem most beszélgetni, dr. Máté Gáborral, aki Kanadában élő magyar származású orvos, író, pszichoterapeuta, és a stresszbetegségeknek és a függőségeknek világszinten ismert kutatója, szakértője. Egy nagyon izgalmas beszélgetésre számíthattok. Erre garancia Gábor látásmódja, nagyon sokszor ilyen döbbenetes felismeréseket oszt meg a közönségével az igazán izgalmas előadásain, illetve én imádom a könyveit is. Ezek közül hál' Istennek néhány megjelent magyar nyelven is. Az én egyik személyes kedvencem az a Test lázadása, amire fog utalni ma is többször, és nagy szeretettel ajánlom, hogy forgassátok, olvassátok, mert számotokra is rengeteg felismerést rejthet olyan témákban, mint az aggódás, a harag, a bűntudat, úgyhogy egy nagyon izgalmas olvasmány. De nem is nyújtom tovább a bevezetőt, hanem szeretettel üdvözöllek, Gábor, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk. Köszönöm az idődet, és hogy beszélgetetek veled egy kicsit. Hát köszönöm, hogy meghívtál. Nagyon, nagyon élvezem azt a tényt, hogy Magyarországon megjelenek, anélkül, hogy elhagynám otthonomat Kanadába. Hát igen, az internet és a világháló az most már segít abban is. Ugye nem akarok semmilyen titkot elárulni, de volt más szándékunk is, hogy ez ne így a világhálón keresztül történjen ez a beszélgetés, de ami késik, nem múlik, remélem, hogy mi hamarabb ez is majd összejöhet. Azért is nagyon hálás vagyok, hogy most itt vagy velünk. Jó. Oké. Szóval, minden, nagyon sok helyen a könyveidben és az előadásaidban is beszélsz arról, hogy a több évtizedes munkád, kutatásaid eredményeképpen elmondható az, hogy nem véletlen az, hogy ki betegszik meg és ki nem. Kérdésem az most a helyzet adta aktualitás kapcsán, hogy ez véleményed szerint igaz most így a vírussal kapcsolatosan is? Nézd, a könyvemben, illetve kifejezetten a Test lázadása című könyvben, amit te kimutattál a közönségnek, azt mutatom ki, hogy ki lesz beteg rákkal, vagy autoimmun betegséggel, gyomorfekély, stb. Az nem véletlen, hanem sok stressznek az eredménye, egy élet hosszú stressz, ami még gyerekkorban is kezdődik tulajdonképpen. Na most, amit a vírusos illeti, persze ez megtámad akármit, akár királynő vagy királyfi vagy, amit tudjuk Angliából, vagy miniszterelnök vagy, például Angliából szintén,
vagy nagy tisztviselő vagy, mint például Iránba, az nem óv meg téged. De kit támad meg legerősebben és legveszélyesebben? Ha megnézed például az amerikai statisztikákat, az amerikai feketék, úgynevezett négerek sokkal inkább halnak be a betegségbe, mint a fehérek. És miért? Éppen azért, mert a sok rasszizmus és a történelmi elnyomás és a gazdasági ki vannak zárva a gazdaságban. Sokkal több stressz alatt vannak. Tehát ők nem csak most, hanem nekik több rákjuk van, több autoimmunbetegség van, és fiatalban halnak meg. Ez szintén megtörténik a COVID krízis járvány alatt is, és ez ugyanaz a helyzet Angliában és máshol is. Tehát ez nem az igaz, hogy a vírus meg tud támadni mindenkit, de a veszélye erősebb azokkal szemben, akik sok stressz alatt vannak az életükben. Nagyon sokat beszélsz, most is említetted a gyermekkort, és hogy a betegségeknek a legfőbb melegágya az a stressz, amit gyermekként élünk át. Ugye ott van szó egy ilyen kettős vágyunkról, az egyik az a kapcsolódás a szüleinkhez, a számunkra fontos emberekhez, ugye az a vágyunk, hogy elfogadjanak minket, és van egy párhuzamosan mellett egy másik vágyunk, hogy autentikusak, hitelesek maradjunk, önmagunk maradhassunk. Ez nagyon sokszor összetűzésbe kerül, és a kérdésem az az, mert ugye azt írtad is, ebben a könyvben is benne van, hogyha egy gyermeknek választania kell, hogy a kötődést vagy az önmaga megvalósítását válassza, akkor értelemszerűen azt választja, hogy a szüleihez kötődjön, mert azt is te fogalmaztad meg, hogy a világon az egyik legvédtelenebb élőlény az az emberi gyermek, hiszen nem tud egyedül képtelen a túlélésre, hogyha nem kapja meg a törődést, a gondoskodást, tehát nincs meg a kapcsolódás, és ez nagyon hosszú ideig fennáll. Tehát értelemszerűen, ha mer önmaga lenni, akkor nem fogják szeretni, ha nem szeretik, akkor nem tud élni, és ez a mechanizmus, hogy végigmegy benne, akkor automatikusan lemond magáról. A kérdésem az, hogy mit javasolsz, vagy hogyan tudjuk megélni azt, hogy tudjunk kapcsolódni is, tehát az emberi kapcsolataink is rendben legyenek, és megérőszessük a saját identitásunkat is, a hiteles énünket, mert azt látom, hogy így, mint az inga, nagyon sokszor az emberek itt csaponganak, hogy vagy az van, hogy azt mondják, hogy tojok mindenki fejére, bocsánat a kifejezésért, de én vagyok, vagy éppen behódolnak, és ennek meg az lesz az eredménye, hogy akkor meg esetleg hosszú távon meg is betegedhetnek. Ja, ezért szerintem az életnek az egyik legalaposabb, alapvetőbb és fontosabb legfontosabb kérdése. Amikor a gyerekről beszélünk, én tudom, hogy azt mondom, hogy a gyerek választ. A gyerek tulajdonképpen nem is választ semmit. A gyereknek nincs hatalma választani. A kötődés nélkül a gyerek nem tud élni. A kis baba a világnak a legtehetetlenebb és leg... gyengébb valaki, az emberi gyerek. Az emberi agy összehasonlítva a többi állatokkal sokkal éretlenebb. Például egy ló már tud futni az első napján az életben. Mi ezt nem tudjuk megtenni 18 hónapig, másfél évig legalább általában. Az azt jelenti, hogy a mi fejlődésünk csak olyan körülmények között történik, ahol szeretve vagyunk, és el vagyunk fogadva, és ahol a szükségleteink meg vannak nyújtva. Na most itt a COVID járvány alatt belátjuk, Péter, hogy mennyire fontos nekünk a kapcsolat, a kötődés. Hogy mennyire hiányzik. Annak dacára, hogy mint felnőttek tudunk egymással beszélni interneten vagy telefonon, de mégis hiányzik a fizikai kapcsolat. Na most a kisgyereknek ez az egyetlen módja, hogy kapcsolni tudjon fizikailag. Enélkül nem is tud élni. Azok a kis babák, akik etetnek, és táplálnak, és tisztán tartják, de nem vesznek fel, nem fogják, meghalnak. Annyira szükséges a fizikai kötődés a gyerekeknek. És ezt persze a családtól, a szülőktől várjuk el,
mint minden más állat. A medve és a patkány, a majom, akárki. Na jó. De mi lesz, amikor egy 2 éves gyerek például dühön, felháborodik valamiatt, és haragszik, és kiabál. Amit egy 2 éves peté, ez teljesen természetes. Mert a frusztráció így fejezi ki magát egy 2 éves gyerekbe. Bocsánat, nagyon tetszett, amikor azt írtad egy ponton ennél a témánál, Gábor, hogyha egy 2 éves gyerek nem dühöng a szüleire, akkor szülők valamit nagyon rosszul csinálnak, mert akkor nem meri kifejezni magát. Ez nagyon tetszett, ez a megközelítés is. Ja, és ezzel azt is értem, hogy például, hogy a gyerek vacsor előtt valamiféle édességet akar. De nagyon okosan és helyesen nem adod neki az édességet, mert azt akarod, hogy egyen. Azt a gyerek ezt nem fogja fel, hogy miért, csak azt tudja, hogy nem kapta meg azt, ami akart. Tehát dühös lesz. Amiben nincs semmi baj. De a baj az, hogyha te nem tudod elfogadni a gyereknek a dühét. Ha te úgy nőttél fel a te gyerekkorodban, hogy az apád mindig kiabált vele, tehát te egyszerűen nem bírod ki a hangos szavat. Tehát a gyerekedbe elfojtod ezt. Mert a gyerekednek azt üzened, fizikailag, vagy szóba, hogy egy jó kisgyerek nem kiabál. Most a gyerek nem azt tanulja, hogy egy jó kisgyerek nem kiabál, hanem az, hogy a gyerek, aki kiabál, az nincs szeretve. Na most mivel a kötődés nélkül a gyerek nem tud élni, mit fog tenni a gyerek? Ha megtartja az érzéseit és kifejezi őket, akkor a szülők nem fogadják el. Tehát ezért elnyomja az érzéseit. És ezzel elveszti a kapcsolatot saját magával. Ez nem annyi egy ilyen szabad választás, hogy egy tudatalat választás. Éppen azért, mert tudatalat van, ez belünk van iktatva, belünk van rögözve. Felnősz, és akkor hirtelen rájössz, hogy nem is tudod, hogy mit érzel. Miért nem tudod, hogy mit érzel? Mert gyerekkorban elfogytod az érzéseidet. És a kötődés olyan fontos neked, hogy olyan viszonyatokban fogsz lépni, olyan munkát fogsz elfogadni például, vagy olyan házaspárt, vagy barátot találsz, aki nem fogadja el a ti érzéseidet, nem tudod magadat kifejezni, és te attól félsz, hogy ha kifejezem saját magamat, akkor el fognak utasítani, amit gyerekkorban nem bírtam ki. És mint felnőtt fejem, mi mindig azt hiszük, hogy a kötődés fontosabb, mint az az öntudat és az ön kifejezés. Ezért folyamatosan lenyomjuk saját magunk érzéseit, és elvesztjük a kapcsolatosságunk magunktól, csak azért, hogy kapcsolatban maradjunk. Hát ennek nagy sok kihatása van, egyik a depresszió, másik a fizikai betegség. Mert amikor lenyomjuk az érzéseinket, az immunrendszert is lenyomjuk. Mert a kettő nincs elválasztva egymástól. Amit egyébként egy magyar származású nagy kutató és orvos, a Sjája János mutatott ki, aki szintén kivándorolt Kanadába, az első világháború után, és ő csinálta a laboratóriumába a kísérleteket, ahogy kimutatta, hogy mikor a stressz alatt vagyunk, lenyomjuk az immunrendszert. Tehát ezért itt a kapcsolat az öneltagadás és a betegség között, és a stressz és a betegség között. Ebben a kialakult helyzetben most, hogy nagyon sokan, ugye két végletről beszélhetünk, az egyik az, hogy valaki most teljesen magányosan éli a mindennapjait, és el van szeparálva, el van különítve a szeretteitől, a többi embertől, ugye itt megjelenhet egyfajta ilyen magányosságérzés, és van egy másik véglet, amikor pedig össze van zárva olyan emberekkel, akikkel egyébként eddig is együtt élt, de a rohanó mindennapokban ez így nem csúcsosodott ki, hogy mondjuk úgy, hogy rászakad az emberre a többi társasága, és akkor fokozottan megjelennek ezek az érzések, és ezért is kérdeztem most, hogy esetleg mit javasolsz, Gábor, hogy ha valaki most együtt van, össze van zárva a többiekkel, és azt érzi, hogy még inkább felerősödik az a része, hogy akkor most vagy azt elhajtom őket a csodába, és vállalom azt, hogy én ilyen vagyok, vagy próbálom elnyomni az érzéseimet. Tehát arra mondtam ezt az ingát, hogy most ugye az van, hogy kapcsolódni akarok, és azt mondom, hogy jó fej vagyok, apa vagyok, anya vagyok, türelmes vagyok, de mellette meg majd felrobbanok. Vagy ott van az a része, hogy akkor
vállalom magam, és akkor meg leordítom a gyereknek a fejét, utána meg emiatt bántom magam. Tehát, hogy mit javasolsz, hogyan tudom ezt a kettő belső gyermekkori vágyat megélni most párhuzamosan, hogy kapcsolódni is akarok, és önkifejezni is akarok. Ja, persze. Hát ez az ingazak helyzet. Szerencsére van egy középpont. És a középpont az, hogy először is megengedem saját magamnak, hogy érzem, amit érzek. Tehát, hogy ne folytsom el. Mert ez olyan, mint egy vulkánó. Hogy az ember a nyomás felépít, mert lenyomom az érzésemet, a dőmet, és egyszerűen csak kirobban belőlem. Egyszerűen nem bírom tovább, és akkor kiabálok a gyerekeimmel. De ez miért van? Azért, mert lenyomtam, amíg nem bírtam tovább. Tehát először is engedjük meg saját magunknak, hogy érezzük azt, amit érzünk. Hogyha méreg van itten, érzzük a méreget. Hogyha a szomorúság van, érzzük a szomorúságot. Ha gyász van, és most mindenki gyászol. Mert most sokat vesztettünk, mindannyian. Én tegnap rájöttem, hogy mennyire dühös vagyok az a világra. Én nem akartam ezt a krízist, én nem akartam ezt a járványot, és nem akartam, hogy a házamba vagyok zárva, kimehetek persze, de hogy nem mehetek közel másokhoz, hogy nem utazhatok. Most, és főleg az, hogy nem mehetek az úszodába úszni, az nekem nagyon hiányzik. Dühös vagyok! Miért lennék? De fogadjam el, hogy dühös vagyok, és engedjem meg, hogy érezzem a testembe. És az azt jelenti, hogy akkor nem kell másokat büntetni azzal, hogy én még akkor nem kell a gyerekek, most már gyerekeim, mert felnőttek, nincsenek itt. Tehát, hogy a kisgyerekeim itt lennének, nem kellene akkor rájuk kitenni a haragomat, hanem elfogadom saját magamba. Tehát azzal kell kezdeni, hogy az emberek kapcsolódnak saját magukhoz először is. Mert ami azt történt gyerekkorban, hogy amikor lenyomtuk az érzéseinket, elvesztettük a kapcsolatot saját magunkkal. És ez a legnagyobb veszteség. Ez sokkal nagyobb veszteség, mint hogy másokkal elvesztettük. Hogy saját magunkat elvesztettük. Ez a legmélyebb, a legsúlyosabb csapás tulajdonképpen. Tehát kapcsolódjunk saját magukhoz. Fogadjuk el az érzéseinket. És valljuk be. Ismerjük el, hogy most mit érzek. És engedjük saját magunknak, hogy az érzés ott legyen. Akkor nem fogjuk másokat ezt kivenni, nem fogjuk ezt másokat ezzel büntetni. Köszönöm. Nem kell se lenyomni, se kell, és hogy elfogadjanak, se nem kell visszautósítani másokat, azaz, hogy autentikus lehetek. Legyek autentikus saját magamban. És ha van valakivel beszélni, van egy barátom, akit fel tudok hívni telefonon, vagy az interneten, vagy a párommal, mondjam meg neki, hogy tudod miért most haragot érzek. Ezt nem te okoztad, de kell tudnod, hogy ez az érzés bennem van. Tulajdonképpen a feleségemmel, én most már 50 éve házasok vagyunk, de az nem azt jelenti, hogy nincsenek stresszény, tudod? És fel most ennyire együtt vagyunk, többet, mint általában, hogy ezek a stresszek fellépnek. Most elhatároztuk két nappal ezelőtt, hogy leülünk minden nap egymáshoz szembe, és egyszerűen megkérdezzük a másoktól, hogy érzed magad, milyen érzéseid vannak most jelen neked. És akkor ez a kérdés, a válaszol pedig akkor 5 percig beszél. Ez nem egy párbeszéd, hogy igen, én is így vagyok, és hogy vidakozunk, vagy támogatjuk egymást, nem. Csak hallgatjuk a másikat. És 5 perccel később, akkor majd én kérdezem, most te mit érzel? És akkor a feleségem beszél. 2x5 percre, 20 percet tart az egész, de így kifejezzük saját magunkat. És kiengedjük az érzéseket, amik bennünk vannak. Én szerintem ez a megoldás. Nagyon jól tükrözi azt, amiről sokat írsz, hogy az elfogadás az a legnagyobb ajándék, amit adhatunk a másiknak, mert valójában nem minősítem az ő érzéseit, hanem azt mondom, hogy csak meghallgatom, és hadd beszéljen erről nyíltan. Ez azért szerintem egy nagyon jó felvezetése, vagy átvezetése a következő kérdésnek, vagy témának, mert
arról is sokat írtál, hogy sokszor annyira mások érzéseire hagyatkozunk csak, hogy háttérbe helyezzük a sajátunkat, ez egyfajta elfolytásként is megjelenhet, és egy nagyon erős mondatot többször kiemeltem itt a könyvben, amit írtál, ez úgy hangzik, hogy nem mi felelünk mások érzelmeiért. Tehát ha egy kicsit beszélnél erről, mert ugye azt érzem, majd még elő akarok venni mélyebb témákat, úgy, mint a bűntudat, meg ezek a kérdések, de hogy ez az elfolytás, így ez az aggódás amiatt, hogy az én viselkedésem mit fog kiváltani másokból, arra te írtad ezt az eszenciális mondatot, hogy nem mi felelünk mások érzelmeiért. Ja. Arra felelősök vagyunk, hogy mit teszünk, de hogy mit érez a más, arra nem vagyunk felelősök. Az az ő felelőssége. Kivételbe, amikor szülő vagyok egy kis gyerekkel, akkor igen, felelős vagyok a gyerek érzésére, mert a gyerek rám bíz és rám támaszkodik, hogy az ő érzéseit, rendezzem és enyhítsem. De például, képzeljék, hogy mind a ketten Budapesten vagyunk, ott látogatok, és te, Szabó Péter, felhívsz engem, Gábor, szeretnél jönni vacsorára, vagy kávézni velem. És én azt mondom, hogy köszönöm, de nem akarom. Akármilyoknál fogva, esetleg fáradt vagyok, vagy nincs időm, vagy esetleg nem akarlak látni téged, mit tudom én, valamilyoknál fogva. Na most te mit éreznél akkor? Fájdalmat? Esetleg bemesélnéd magadnak, hogy vissza vagy utasítva? Esetleg haragos vagy? Ez nem az én felelősségem, hogy te mit érzel. Ez a te felelősséged. Na most a baj, és az a baj a sok viszonyban, hogy mi azt hisszük, hogy a másik ember okozza az érzelmeinket. A másik ember nem okozza. Hogy te egy magabiztos ember vagy, akkor egyszerűen azt mondaná nekem, Gáborkám, köszönöm, akkor majd esetleg majd máskor. És nem lenne semmiféle rossz érzés. De hogy te egy bizonytalan valaki vagy, aki sok visszautasítást tapasztal gyerekkorában, akkor belfogod magad vezetni abba a hitbe, hogy vissza vagy utasítva, és hogy én bántottalak téged, és hogy én egy gonosz ember vagyok, stb. Na most ez honnan ered? Ez onnan ered, hogyha például kisgyerek vagy, 2 és 3 éves gyerek vagy, korú gyerek vagy, és az apád egy alkoholista, vagy az anyád, ami Magyarországon statisztikailag elég gyakran a helyzet. A gyerek automatikusan a szülőnek a szenvedését a saját magát hibájába teszi. A gyerek tényleg azt hiszi, legmélyebb lelkébe, hogy ez miattam van. Most az a gyerekek így vannak konstituálva, így vannak szervezve, hogy ők személyesen vesztek mindent, kisgyerekkorban. Tehát, hogyha jól kezelnek, és a szülők boldogak, jaj, milyen jó ember vagyok, milyen kiváló lélek vagyok. De hogy a szülők boldogtalanak, a szülők szenvednek, a szülők haragosak, a szülők dühösök, szülők veszekednek, az az én hibám. Tehát én vagyok felelős arra, hogy a másik hogy érzi magát, milyen érzelmeket vált ki a másokba, a másikba, az az én felelősségem. Ebből a tévhittel nő fel a gyerek, és ezt hordjuk aztán, ezt hozzuk aztán felnőtt korunkba is. Tehát, hogyha te felhívsz engem, hogy menjünk kávézni, és én azt mondom, hogy sajnos Péter nem ma este, és te rosszul veszed, vagy bántva érzed magad, az nem én okoztam. Ez a te történelmed okozta, és a te tévhited okozta. Tehát ezért mondom, hogy nem vagyunk felelősségek a másik érzésére. Arra felelősség vagyok, hogy mit teszek. Tehát, hogyha durván beszélek veled, az az én felelősségem. De hogy te hogy reagálsz rá, az a tied. Másik ilyen domináns, sokszor jelenlévő érzelem az a harag, az aggódás mellett, és ott
ott azt írtad, hogy ugye a haragot vannak, akik elnyomják, ott is így lefele magukban, és hogy ott a megjelenő betegségek azok általában ilyen autoimmun betegség, vagy tipikusan a rák. Vannak, akiknél a dühkitörések, ahogyan megélik ezt, ott ugye inkább az infarktus, vagy a stroke, és igen. Hogy említetted azt, hogy van lehetőség arra, hogy itt most két végletről beszéltünk, az elnyomás meg a dühkitörés, hogy van lehetőség arra, hogy úgy fogalmaztál, hogy a harag egészséges kifejezése, feldolgozása, beszélnél egy kicsit erről, hogy ez hogyan lehetséges? Igen, nézd, a harag egy teljesen normális és természetes agy hálózat tulajdonképpen. Szükség van a haragra. Ha én egy állat vagyok, és egy másik állat belép túl közel hozzám, fenyeget engem, akkor a harag egy nagyon egészséges reakció. Ha! Menj innen! Ez az egészséges harag. Ez megvédi a határainkat. Fizikailag, vagy lelkileg. Az egészséges haragnak az a jellege, hogy egy külső fenyegetésre egy reakció, és csak most. Nem azért haragok, mert amit tettél múlt héten, vagy két évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, vagy nem azért haragszok, hogy mit hiszek, hogy mit fogsz te tenni jövő héten. Te mindig ilyen vagy, jövő héten ugyanolyan leszel. Hanem csak most a jelenben ne szegd át a határamat. Hagyj el békébe. Ez az egészséges harag. Ez a jelenben van, gyors, és amikor elérte a célját, vége van. Az egészségtelen harag az, amikor te például teszt van itt velem szembe, és én elkezdek dősködni, hogy ja, már megint megtetted, múlt hétesen is tetted, egész életem ilyen voltam, milyen borzalmas ember vagy, és egyre felajzom ma saját magamat. Ez a fajta harag, ami meg tud ölni minket. Ez tényleg infarktus vagy stroke tud okozni, tudományos kutatások szerint. Másik vége pedig az, hogy nem is érzem a harangot, mert annyira félek a haragomtól, mert gyerekkoromban annyira fenyegettek, mikor haragos voltam, teljesen lenyomtam a haragomat, és akkor mindig egy jó ember, és kedves, és barátságos, és mindenkire mosolygok. Ez azt jelenti, hogy sokan ott lesznek a temető, amikor temetnek engem, és minden, majd gyászolnak, hogy milyen jó ember voltam, még egy légynek se ártottam soha, olyan kedves valaki voltam, de meghaltam rákban, meghaltam autoimmunbetegségbe, mert amikor lenyomom az igazi haragomat, akkor lenyomom az immunrendszert is, amit mondtam az előtt. Tehát az egészséges harag a jelenben van, megvan a célja, hogy megvédje a határaimat, és akkor vége van. Fantasztikus. Mármint nem a jelenség, hanem ez a megközelítés nekem rengeteg felismerést adott arra, hogy én is azért így nagyon sokat vívódtam azzal kapcsolatban, hogy ez a jelen pillanatban érzett harag az, amit mondtál, és nagyon tetszett egy demonstráció, egy előadásodnál, amikor egy hölgyhöz egyre közelebb mentél, és kérdezted, hogy mit érez. És ugye azt is levezetted, amikor már belementél teljesen az intim szférájába, hogy akkor mi az érzésem, megjelent benne félelem, és mit érez haragot, mert ugye a saját határaink védelmét vetítetted így le, hogy így mennyire a jelen pillanatban érzett harag. És itt az a, ami nekem nagyon érdekes volt, egy másik megközelítés, amit írtál, mondtál, hogy amikor ha választanod kell a bűntudat és a bosszúság között, akkor mindig a bűntudatot választ, mert sőt úgy is fogalmaztál, ami meg egy másik olyan mondat volt, amit így rengetegszer újraolvastam, mert hogy a bűntudathoz alapvetően számomra a neveltetésnek köszönhetően egy teljesen rossz értelmezés párosult, és azt írtad, hogy örülj, ha bűntudatod van, mert az azt jelenti, hogy kiálltál magadért. Tehát nagyon sokszor ugye nem merünk nemet mondani, és ha ezt egyszer megtesszük, akkor utána meg elkezdjük marcangolni magunkat, hogy ez a bűntudat és a bosszúság között hezitál az ember egy bizonyos ponton. Ja, ha akkor visszamegyünk a példára, amikor egyik vagy te, hogy az én meghívja a másikat kávézni, oké? Okay? Szóval, én most például én hívok fel téged,
Péter, szervusz, itt vagyok Pesten, mehetünk kávézni. Na most, esetleg te nem akarsz jönni kávézni, nincs időd, fáradt vagy, ideges vagy, éppen összevesztél valaki fontos emberre az életedbe, egyszerűen nem akarsz jönni kávézni. Na most, mit fogsz érezni, hogyha mégis azt mondod, hogy de hogyha nemet mondasz nekem, akkor nagy bűntudatod lesz, hogy valahogy bántottál engem, stb. Tehát annak tetszett, hogy nem akarsz jönni, azt mondod, hogy ja igen, akkor én megyek szívesen, persze, Gábor, ott leszek. Most mit fogsz érezni, mikor elfogadod ezt a meghívást, amit nem akarsz elfogadni? Francban miért mondtam igent, amikor most 1000 dolgom lenne, vagy éppen a gyerekemmel akartam lenni, vagy éppen nincsen hangulatom hozzá, de hát jó, hát a Gáborral elmegyek. De mi lesz ennek a hatása? Hát, élvezni fogod ezt a kávét? Nem, bosszus leszek, tehát úgy fogok oda menni, hogy bennem van, fortyog bennem az indulat, hogy minek mondtam igent. Pontosan. És ez a bosszú, ez egy méreg, amit beírtál. Ez csak téged fog bántani, tudod? Ezért mondom, inkább, persze, hogyha azt mondod, hogy nem, akkor bűntudatod lesz. Ha nem fogadod el a meghívást, akkor bűntudatod. Én azt javaslom, hogy legyen inkább bűntudatod. Az azt jelenti, hogy kiadtassad magad mellett. Ez azt jelenti, hogy azt tettél, amit te akartál. Most a bűntudatod nem tudod elkeríteni, mert gyerekkorodban bele volt ittvakva, hogy másoknak kell élned, hogy a mások érzelmét kell óvnod mindig. Te így nőttél fel esetleg. Ha így nőttél fel, akkor nem tudod elkerülni a bűntudatod, hogyha nekem nemet mondasz. De én azt mondom, hogy inkább fogadd el a bűntudatod, mint a bosszút. Mert a bűntudat nem fog megjelenni, de a bosszú igen. A bosszú az sok stresszt fog okozni a testedre. A bűntudatod az csak egy érzés, amivel el fog múlni. Tehát inkább választ a bűntudatot, mint a bosszút. És persze, még abban a szempontból is, hogy amikor nekem azt mondod, hogy mégis jövök kávézni, de nem akarsz, mert nem akarod elveszteni velem a kapcsolatot. De amikor bosszút érzel velem szembe, az közelebb hoz minket egymáshoz, vagy eltávolít egymáshoz? Abszolút eltávolít, igen. Igen, tehát még azon a szinten is lebukik ez a stratégia, mert még közel se hozzá minket, közel se hoz minket, inkább messze távolkozunk egymástól, annak dacára, hogy te azért nem mondtál nemet, mert közelbe akartál lenni hozzá. Tehát még az se sikerül. Tehát mondom, fogadd el inkább a bűntudatot, mint a bosszút. Egy éles váltással, egy más típusú kérdésem lenne, Gábor. Mit gondolsz azokról az emberekről, akik mindig csak mosolyognak? Azért kérdezem ezt, mert valahol találkoztam egy gondolattal itt a Robin Williams kapcsán is, hogy ott volt az egyik világ egyik leghíresebb komikusa, és ehhez képest szenvedélybetegségtől, depressziótól szenvedett, aztán végül véget is vetett az életének, úgyhogy egyébként a humor volt a védjegye, és itt úgy éreztem, hogy van egy ellentmondás. Te hogy látod ezt a kérdést? Nézd, én tanulmányoztam egy kicsit a Robin Williams életét. Nagyon szerencsétlen élet volt sok szempontból. Egy magányos, visszaöltősödött gyereknek érezte saját magát. A humora egy nagy részbe egy, hogy mondják a magyarok, coping mechanism, egy adaptáció volt. Uh-huh. Hogy ne érezze magát olyan egyedül. És hogy a szüleik nevessenek rá. Így érezte magát közel a szüleihez, hogy megnevetesse a szüleit. Közvetlen azelőtt, amikor megölte magát, elment egy partira, ahol mindenki jó hangulatban látta, és mosolygott, és jó nézett ki, hazament, és megölte magát. Tehát mondjuk, én általában nagyon aggódok azokra, akik mindig mosolyognak. Na most, lehetnek ennek két alapja. Lehet, hogy egy olyan igazi, tiszta lelkű és megrealizált, autentikus valaki vagy, mint például egy Buddha, aki mindig mosolyogni tud, mert belátja a világnak a
gyengeségeit és a világnak a hülyeségeit, és ezt egy tiszta szívvel, mosolyogva tudja fogadni. Vannak ilyen emberek, de még nem találkoztam velük eddig. Megmondom őszintén, én nem vagyok közöttük. Tehát, és a másik, akik mindig mosolyog, az azért, mert elnyomta a dühét, elnyomta a boldogtalanságát, lenyomta a szomorúságát. Azért, hogy szeressék. Így tanulta meg, hogy akkor szeretnek, mikor mindig jó vagyok, és mindig szép vagyok, és mindig mosolyogva vagyok. Tehát általában az én, hogy nagyon jó emberekkel találkozok, akik mindig mosolyognak, általában aggódok miattuk. Meg gondolom, mi van ez alatt, mit nyomtatok el, és ez hogy fog titeket károsan meghatni, ez a lenyomás. Tehát lehet, hogy egy cinikus álláspont, de így látom. Te is szoktad mondani, hogy a gyermeknevelés kapcsán milyen fontos az, pont ugye végig arról beszéltünk, hogy a felnőttkori traumáknak az egyik legfőbb melegágya az, amit gyermekként megélünk a szüleink által, és hogy javaslott, hogy azok a szülők, akik megtehetik, azok a gyermekeik életének első 3-4 évét tekintsék a legfontosabb éveknek, és töltsék a gyermekükkel, és szerintem ez egy fantasztikus dolog. Mit javasolsz azoknak, Gábor, akik mondjuk ezt úgy hallgatják, ezt a beszélgetést, hogy már mondjuk tinédzser gyermekük van, és úgy érzik, hogy elszúrták, vagy akár felnőtt korú gyermekük van. Én amikor előadásokat tartok, és én is szoktam beszélni az első évek jelentőségéről, és sokan azt látom, hogy szomorúvá válnak szülőként, mert azt mondják, hogy hát bárcsak tudtam volna, bárcsak lett volna időm, akkor ne kellett volna annyit dolgozni, pénzt keresni, bárcsak tudtam volna több időt tölteni a gyerekemmel, vagy meg lett volna az a tudásom ehhez hogy kellően jól neveljem őket, de már tinédzserek, vagy éppen felnőttek, hogy mit gondolsz, ebben a helyzetben is lehet még valamit tenni? Szerencsére igen. Egy pillanatra visszaugrok az előző kérdésedre a mosolyra kapcsolatban. Csak azt akarom mondani, hogy sokszor beszélek emberekkel, és megkérdezem, milyen volt a gyerekkorok. És mondom, hát igen, az apám ütött engem, és ez mosolyogva mondják. Azt a mindenit. És nem is veszik észre, hogy mosolyognak. Tehát ez a mechanizmus, igen. A mosolygás egy ilyen öntagadás. Ezt gyakran észreveszem, mikor az embereket intuíciólok, hogy beszélek velük, terapit csinálok velük. Na most visszatérve erre a kérdésre, hogy nézd, én egy olyan szülő voltam, amit le is írom a könyveimbe, akik, mikor gyerekeim kicsik voltak, egy munkaholista, workaholista orvos voltam, a munkám volt mindenem. És amikor, mint orvos, építettem a praxisomat, a családi orvos voltam, tehát elláttam a haldoklókat, kisgyerekeket, segítettem a szülésre, és minden, és a halál és a szülés között minden másra én voltam felelős a paciensémnek. És mindig ott voltam nekik, éjjel-nappal hívhattak, én mentem. Ami még szépnek tűnik egy orvosba, de mit jelentett a családomnak? Az azt jelentett a gyerekeimnek, hogy ők azt az üzletet kapták, hogy ők nem fontosak az életeimben. Mert mindig másokkal törődtem, és nem is voltam otthon. Tehát én voltam ezek a szülők között, akik a gyerekeim meg is érsz, ennek hatása volt a gyerekeimre. Megvoltak az ő kihívásaik, amikor nőttek, felnőttek, tínédzserek is, és felnőttek lettek. A legfontosabb és az első lépés az, hogy engedjük el a bűnérzetet. Mert én megtettem a legjobbat, amit tudtam. Ez volt a legjobban. Miért? Mert még Budapesten, mint kis baba a második világháború alatt, amit olvasott könyvet, hogy mit történt, mint egy zsidó kis baba, én azt az üzenetet kaptam a világtól, hogy én, a világ elme nem akar. Meg is akar ölni. És ez majdnem meg is történt. Na most ezt nem tudtam tudatosan, de az anyám depresszión és az anyám félelmén megéreztem. És aztán, amint szintén valószínűleg emlékszel,
mikor egy éves voltam, anyám egy idegen keresztény asszonyok át... Azért, hogy megmentse az életedet, igen. Adották, hogy megmentse az életedet. De mint egy év is, ezt hogy fogalmaztam, hogy el vagyok utasítva. Igen. Tehát nem vagyok szeretve. Nem csak, hogy nem is vagyok szeretve, nem is vagyok szeretődte méltó. Akkor felnövök, és akkor bizonyítom a világnak, hogy milyen jó ember vagyok, hogy mennyire szeretetlen méltó vagyok, és hogy mennyire szüksége van rám. Ezért lettem egy ilyen munkaholista, workaholista orvos. Ezt én nem tudtam. Csak visszanézve láttam, hogy ez, ami lökött engem, ez, ami nyomt engem. Az azt jelenti, most milyen üzenetet adtam a gyerekeimnek? Épp ugyanazt, amit én kaptam. Nem azért, mert nem szerettem őket, megöltem volna magamat, hogy őket óvjuk. De arra nem volt szükség, hogy megöljem magamat. Arra volt szükség, hogy éljek a jelenbe, ott legyek nekik. És azt nem voltam. Sok munka volt visszakapni velük a kapcsolatot, de az első kötelezettségem az volt, hogy bocsássak meg saját magamnak. Értsem meg, hogy miért tettem, amit tettem. Tehát ne nézzem a gyerekeinkre a bűnöm üvegén keresztül. Mert senki se akarja, hogy valaki másnak a büntetje legyen, tudod? Vagy valaki más bűnének a kifejezése legyen. A gyerekeim nem akarták, hogy úgy nézzek őket, mint valami szentsétlen valakik, akiket én teljesen elrontottam. Az nem segített nekik, hogy így néztem őket. Van egy másik könyvem, a Család ereje, ami szintén megjelent Magyarországon, ami épp arra van szó, hogy kell visszanyerni a gyerekeinket, amikor elvesztettük őket esetleg. És az egyik filmmal, most két könyvben dolgozok, a másodikat, a legidősebb filmmal fogom írni, angolul Hello Again, A Fresh Start for Adult Children and Their Parents. Hmm. Ami fordíts le magyarra, jó? Tehát, igen, tehát, hogy még egyszer mondod a címet, légy szíves. Hello Again, so... Hello újra, igen. Hello újra, A Fresh Start, egy új kezdetés. Egy új kezdet, egy... A felnőtt gyerekeknek és a szülőknek. Igen, hát lefogytottad tökéletesen, csak én közben itt mosolyogtam, hogy ez milyen hitelessé tesz meg, én ahogy elmesélted, hogy munkaholista voltál, végigmentel ez az egészen, és ennek a legfőbb égköve az, hogy milyen szépen rendbe hoztad a kapcsolatot, hogy együtt írtok könyvet az elsőszülött fiaddal. Ez fantasztikus, gratulálok. Ja, éppen erről írjuk majd a könyvet. Ez is Isten segítségével ez is meg fog jelenni Magyarországon, csak meg kell írjuk, de meg fog jelenni pár év múlva ott is. Csodálatos. Yeah. Csodálatos. Egyébként, amikor a bűntudatra gondolok, akkor most ez nagyon jó példa volt, elmondtad ezt a kávézósat. Nekem tipikusan ez jutott eszembe, hogy mindig arról álmodtam, hogy jó apuka leszek, jó apukája leszek a gyermekeimnek, és amikor ők nem követtek el semmit, hanem egyszerűen csak én ingerültebb voltam, mert nem úgy alakultak a dolgok, mert szerettem volna, és voltak ilyen dükitöréseim. És akkor utána mindig az még hagyján, hogy ez megtörtént, hanem azt, hogy utána magamat marcangoltam emiatt, hogy szarember vagyok, még csak nem is a cselekedetemet minősítettem, hanem magamat. Tehát nem azt mondtam, hogy ez csúnya volt, amit csináltam, hanem hogy én egy senki vagyok, hogy hogyan szerethetném a gyermekeimet, hogyha így bánok velük. És csak arra mondom, hogy te a munkába temetkeztél saját elmondásod szerint, nekem is volt egy ilyen időszak, meg a nélkülözésnél, ugye, hogy apaként fenn akarom tartani az egzisztenciát, a biztonságot megadni nekik, hogy ne kell nélkülözni, és ez nagyon sokszor ilyen frusztráció feszültségben jelent meg, és nekem is segített sokat az a megközelítés, hogy mindenki a legjobb tudása szerint jár el, akkor így tudtam reagálni, akkor ezt tudtam adni. És a másik pedig, hogy igazán felemelő érzés, amikor az ember mondjuk a gyermekétől kér bocsánatot, hogy elmondja, hogy ez, amit tettem, ez nem rólad szól, hanem ez a bennem lévő indulatoknak volt a megnyilvánulása, de téged nagyon szeretlek, és ez egy ilyen nagyon szívet melengető érzés, de ez a leginkább ilyen fő bizonyíték erre nekem, hogy amit most mondtál, a kérdésemre a válasz, hogy te saját gyermekeiddel úgy meg tudtad tenni, hogy később jöttél rá, és
most pedig közös könyvet írtok. Persze, és az a bűntudat, hogy egy szarember vagy, hogy nem érsz semmit. Hogyha belenézed ezt az érzésbe, ha belenézed ebbe az érzésbe és ebbe a gondolatba, rá fogsz jönni, biztos rá is jöttél, hogy ennek semmi köze nincs a gyerekeikhez. Ez az érzés és ez a hit már benned volt egész életedben. Tehát ez a te gyerekkori traumáját fejezi ki. Ez nem a gyerekkel. Igaz, hogy csúnyán viselkedél a gyerekedél, ezt be kell vallani és el kell ismerni, de nem ez okozta ezt az érzést, vagy ezt a lesújtó bűnös öntudatot, hanem ez gyerekkorból volt az eredete, és akkor is tévhit volt, és most is tévhit. Engem azért zavart nagyon, Gábor, mert azt éreztem, hogy az a trauma, amin végigmentem, ami bennem ilyen felnőttkori frusztrációt okoz, ez most újra teremtem a gyermekemben azzal, ahogyan viselkedett vele. Az igaz. És akkor ezt amennyire tudjuk, ki kell küszöbölni, ki kell javítanunk. Van egy könyv, amit egy ismerősöm írt, amerikai, a multigenerációs vetítése a traumának. Uh-huh. A könyvnek az a címe, hogy nem veled kezdődött. It didn't begin with you, nem veled kezdődött. És ez igaz. A állatokban, a laboratóriumban ki tudjuk mutatni, hogy amikor traumatizáljuk a szülőket gyerekkorukban, ők azt mondta, átadják azt a traumát a gyerekeiknek. A patkányok, vagy az egerek, a laboratóriumi egerek. És az emberek is így van. És épp ezért be kell látnunk, hogy nem velünk kezdődött, bizt nem okoztuk. Tehát például megnézd, '85-86-ban részt vettem egy konferencián Budapesten az alkoholizmusról. És akkor Magyarország vezette a világot ebbe a versenybe, hogy itt több alkoholista volt, és többen haltak meg alkoholizmusra. Magyarország mindig nagyon magas volt ebben. Most már nem vezetjük a világot, most már elmaradtunk, szerencsére, de még mindig nagy baj. Na most ez miért van? Ez a sok, én szerintem sok történelmi trauma miatt van. És az emberek menekülnek a likőrbe, a borba, az alkoholba, a saját fájdalmaktól. Tehát mikor egy társadalomban sok fájdalom van, egy generációtól a másikba, átadjuk ezt a fájdalmat. Nem tudom, hogy gondoltál-e arra, hogy mikor megnézed a magyar himnuszt. A szövegét. Olyan gyönyörű és megható, még mindig sírok, mikor hallom, tudod? De amikor megnézem a szöveget, mit mond? Megbűnhődtem már a nét a múltat és a jövendőt is. Mert olyan sokat szenvedtünk, mi ezt mondjuk saját magunknak. Ez az öntudatuk, hogy mi olyan sokat szenvedtük. Hát amíg így látjuk saját magunkat, addig átadjuk a szenvedést a gyerekeiknek is. Ettől nem az Isten fog minket megóvni, ettől saját magunkat kell megóvni. Hogy átadjuk a saját szenvedésüket a gyerekeknek. És ez majdnem automatikusan. Tehát ez sok belátás kell. Tehát mielőtt meg tudom óvni a gyerekeimet, először meg kell óvni saját magamat. Egyetlen kérdés belefér még, Gábor, mert ugye, mit megbeszél? Nagyon szépen köszönöm. Az intuícióval kapcsolatban szeretnélek megkérdezni arról, hogy mondtad azt, hogy volt egy ilyen nagyon jó demonstráció, ahol megkérdezted a közönségtől, hogy kivel fordult már elő az, hogy volt egy olyan mély zsigeri érzése, amit nem követett, és utána megbánta, és én is végig gondoltam az életemet, meg egyetértve azzal, amit láttam így az előadás kapcsán, hogy az embereknek egyből a magasba ugrott a keze, hogy fú, hát tudják, hogy miről beszélsz. És akkor ott ugye felmerül az a része, hogy az elménkből hozunk döntést, vagy az intuíciónkból hozunk döntést, és hogy az elménkkel a valóságnak csak egy szeletét látjuk, míg az intuíciónk, a zsigeri érzésünk,
az a teljes holisztikus nézőpontot hozzá tudtunk rá. A kérdésem az az, hogy hogyan tudjuk az intuíciónkat felerősíteni. Mivel lehet, mert én azt látom, hogy gyermekként az intuíciónk még nagyon erős. Tehát ösztönlények vagyunk, tudjuk mi a jó nekünk, mi nem, és a racionális részünk az kisebb. És az életünk során ugye a racionálisat növelik, hogy kell lenni, hogy kell viselkedni, hogy kell nem tudom micsoda, és közben ez így helyet cserél, és az intuíció az már csak éppen csak picikét duruzsol, így halkan, és a racionalitás azt tudjuk, hogy meg hogy kell élni, nem csináljuk ezt, nem csináljuk, azt meg van a szabályrendszer. Hogy hogyan lehet véleményed szerint, Gábor, felerősíteni az intuíciót, hogyan lehet újra a belső megérzéseinket felerősíteni, hogy halljuk őket? Ja, nézd, Péter, ez nem feltétlenül így kell lennie. Ez bizonyos különjövő között, és leggyakrabban így fejlődik a dolog, de nem feltétlenül. Például képzeljük el egy kisgyereket, aki 2 éves, és a szülei ütik egymást, vagy veszekednek, kiabálnak egymással, vagy kiabálnak a gyerekkel. Most mi egy gyereknek a zsigerérzése? Mit akar a gyerek tenni akkor a veszéllyel szemben? Nyugalmat akar, hogy ez a két... Jó, ezt szeretné, de mivel ez nem létezik, mi lenne a zsigerítés? Hogyha ennyire fenyegetve érzi saját maga... Menekülni. Menekülnie kell. De tud-e menekülni egy 2 éves? Tehetetlen. Tehát le kell nyomni a zsigerítéseit. Tehát ez nem föltétlenül történik így, hogy ahogy az eszménk és az agyunk megerősödik, a zsigerítéseik csökkennek és halkabbak lesznek. Ez csak akkor történik, amikor az élet kedvéért, ahhoz, hogy a helyzetem elfogadható legyen, lenyomom a zsigerzésemet, mert ugye érzem őket, a helyzetem teljesen lehetetlen. A gyerek nem tud élni, hogyha állandóan menekülni akar, de kötődni akar a szülőkhöz is. Tehát a kötődés kedvéért lenyomja a zsigerzéseit, nem csak az érzését a pillanatban, még a lehetőségét is annak, hogy érzi az zsigeri érzéseit. Aztán 25 évvel később, te egy viszonyban valaki vagy, viszonyban vagy valakivel, és valami bizsergésed van, hogy ez nem helyes, ez esetleg megcsal engem, vagy most, mivel megtanultad, hogy lenyomjad, hogy ne is érezed a zsigerzéseit, ott fogsz maradni, és az eszédek átgondolod, hogy nincs itt semmi baj. Tehát ez a harc, a zsigerérzés és az eszme között és a gondolat között, ez nem föltétlenül így kell lenni. A kettő nagyon békésen meg tudnak férni egymással, sőt, támogatják egymást. De ezt vissza kell kapni. És hogyan lehet visszakapni? Mert a tested megmondja, amikor nem figyel saját magadra. Fejfájást fog kapni, vagy a gyomrod fog fájni, vagy a torkod megszűkül, vagy egy bizsegés, vagy valami felkabadás lesz a melledbe, a mellkasodba, vagy a hátod fog fájni, vagy nem fogsz aludni. A tested fog téged figyelmeztetni, hogy valamire nem figyelsz oda. És amire nem figyelsz oda, az éppen a zsigerézéseid. Tehát figyelj a testedre, a tested majd megmutatja, vagy depressziós leszel. Valamit üzenetet fog neked a tested. A testünk nagyon, hogy mondjam, kedves felünk szembe. Nagyon szeretően kezdve minket a testünk, mert küld nekünk jeleket. Most az a baj, hogy amikor a jeleket megkapjuk, mi azt mondjuk, hogy betegek vagyunk, és futunk az orvoshoz. Vedd el a tünetet. Fejfájásom van, vedd el a fejfájásomat. De a legtöbb esetben az orvos nem fogja kérdezni, hogy milyen üzenetet, nincs kifogásom, adok neked valamit, hogy ne fájjon a fejed, például miért szenvedjél, de ezzel szemben, hogyha mai fejemmel megkérdezném tőled, milyen üzenet adna neked a tested, mire nem figyelsz oda az életedbe, mire mond nemed a tested, amit te nem mondtál nemed. És ez 99%-ban a válasz nagyon egyszerű, és kimutatható. Az a baj, hogy az orvosi szakma se ott, se itt
ezt még nem értik. Azt hiszik, hogy az érzelmek és a test az két valami elvágott lény, pedig az nem így van, az mind egy egyesség. Tehát amikor ilyen üzenetet kapunk a testünktől, akármilyen formába, rá kell figyelni, és így vissza tudjuk nyerni majd a zsigerezéseinket is. Lassanként, de biztosan. Ezen gondolatokkal még inkább értelmet nyert az a fő üzeneted, amit itt többször megfogalmaztál a könyvben előadásoknál is, hogy sokszor a betegségünk tud lenni a legjobb barátunk, vagy legfőbb tanítónk, mert csak emlékeztet minket arra, hogy valamire jobban kellene figyelnünk, és észrevenni azt, amit üzen számunkra a test. Meg azt is mondtad, hogy ha nem merünk mi nemet mondani, akkor majd a testünk megteszi. Pontosan, nézd, én senkinek se javaslom, hogy rákosok legyenek, vagy autoimmunbetegséget tapasztaljanak, vagy depressziós legyenek, csak azért, hogy tanulnak valamit. Tehát ezt nem javaslom. De ha jön a betegség, akkor lássuk be, hogy igen, ki akarjuk magukat kezelni ebből, meg akarjuk gyógyítani magunkat, vagy az orvosi segítséggel, de ne felejtsük el, hogy van itt egy lecke is. Ne felejtsük el, hogy van itt valami tanulni való is. Tehát tanuljunk a tapasztalatunkból. Ami egyébként az életnek a legnagyobb leckéje, hogy tanuljunk a tapasztalatból. És ebből a szempontból még ez a COVID-járvány is, amikor aztán visszanézünk rá, lesznek vagy bizonyos leckék, lesznek valami tanulságok, vagy lessons, amit visszanézve majd meg fogunk tanulni. Remélem. Nem az, hogy örülök, hogy itt van ez a járvány, de hogy örülök. Abszolút nem szeretem. De visszanézve lesz ebből is tanulmány, szerintem. Gábor, nagyon szépen köszönöm az elgondolkodtató megközelítéseket és az idődet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és remélem, hogy mi hamarabb személyesen is tudjuk majd folytatni ezt a beszélgetést. Annak én is nagyon örülnék. Köszönöm szépen, Péter. Köszönöm, Gábor. Szia. Szervusz.